Sárkány Antal nem először, a Magyar Sertéstartók Szövetségének elnökeként itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Röviden megpróbálom összefoglalni, mi a helyzet. Ugye egyrészt lehet tudni, hogy néhány húsüzem csődben van, vagy csődközeli állapotban, nem vagy alig fizet. Másrészt lehet tudni, hogy a takarmány alig van, viszont ami van, az borzasztó drága. Harmadsorban itt van egy új ötlet, amire azt mondják, hogy önök döbbenettel fogadják, hogy mégiscsak lesz fordított áfa a sertéságazatban, ami azt jelenti, hogy hát először is egy elég drága mulatság lesz a sertéstenyésztőknek, mert meg kell hitelezniük az összeget. Na de miből? És ki? Hát ez nagyon jó kérdés, ez a hét találós kérdése. Kezdjük egy picit az elejéről. Amikor mi elkezdtük azt kommunikálni, és kértük a kormánytól, hogy csökkenjen az áfa 27%-ról 5%-ra, akkor váratlanul a kormány előállt egy fordított áfa ötlettel, amit mi nem javasoltunk sose. De ami egyébként régóta kering. Tehát ez egy régóta másfél nem. Éves ötlet legalább. Régóta nem. A gabona ágazatban július 1-ével lett bevezetve, pont amiatt, mert a lánckereskedelemben a kereskedők egymásnak átadva az árut, és nem fizették be az áfát. Na most ez ránk nem jellemző, tehát mi nem számolodunk föl, még nem, majd hamarosan, de nem attól, nem az áfától. Mi ott maradunk azon a telepen, tehát ha mi eladjuk áfával a sertésbe is fizetjük az áfát, kénytelenek vagyunk, nem is szökünk el, nem is költözünk át Romániába. A kormány ezek után meghallgatva az érveinket, nem csak a miénket, hanem az összes szakmai érdekképviselet érveit, azt mondta, hogy ránk való tekintettel visszalép a fordított áfától, mert látja, hogy ez komoly problémákat fog okozni a sertéspiacon, és tönkre fognak menni a sertéstartók. De most mitől gondolja másképp? Na most nem tudom, hogy kinek az érdekére hivatkozza, most egészen másként gondolják. Na most annyira faramúci a helyzet, hogy én augusztus 30-ai keltezéssel kaptam a minisztériumtól egy levelet, ami tegnap jött meg, hogy nem lesz fordított áfa a sertéságazatban, nyugodjunk meg, nem fogunk tönkre menni emiatt. Erre 5-én pedig a kormány elfogadja, hogy mégiscsak elmegy Brüsszelbe, és megpróbálja a fordított áfát bevezetni. Tehát itt igazából nem nagyon értem a kommunikációs irányváltásokat, sem a kormány irányváltásait. De ez kommunikáció vagy szakma? Hát a szakmából kiindulva kellene kommunikálni, mert szerintem szakmai alapok hiányoznak, így a kommunikáció is rossz lehet. Én más nem tudok gondolni, mert olyat nem tett a kormány egyik nap, hogy leír egy szakmai érdekképviselőnek, hogy nem lesz fordított áfa, a következő héten meg elfogadja. Most vagy hülyének néznek minket, vagy mit nem jelent ez a fordított áfa majd egy sertéstenyésztőnek? Hát egy sertéstenyésztőnek nagyon egyszerűen megpróbálok egy képlettel reagálni erre. Ha valaki 2000 darab sertést felkíván hízlalni, az durván 100 millió forint takarmány plusz malacköltség 4 hónap alatt, plusz ez 27%-nyi áfa jön, tehát megveszi a malacot is áfástól, megveszi a takarmányt is áfástól. Ha ő 100 millió forintért kell, hogy eladja a sertést, itt nulla eredménnyel számolunk, egyébként most 92-jel adja el, tehát mínusz 8 millió van rajta, akkor a 27 millió forintot ő neki valahonnan elő kell venni. Ha a kormány úgy gondolja, hogy ezt mi elő tudjuk venni egy mínusz 8 milliós eredményből, ezt a 27-et, akkor én nagyon csodálkoznék. Na, de én azon is csodálkozom, hogyha ez mínusz 8 millió, akkor minek csinálják? Hát ugye, ha egyszer a sertés ment áll az oldba, akkor nem lehet elzavarni. Tehát, hogyha bejött 20 kilós malacként, és 120 kilóba kell leadni, akkor sem meg kell letetni. De ez nem úgy megy, hogy akkor ezt a sertést majd eladom, és újat nem veszek. De úgy megy, csak közben el kell bukni azt a 8-10 milliót, ami éppen a takarmányköltség malac. De hát, tehát ha újat vesz, akkor is elbukja, hát így fogynak el a sertések a magyar mezőgazdaságban. Igen, de ugye mindig azt mondja a mindenkori kormányzat, hogy segítünk az ágazaton, úgy is kell mi tenni Magyarországon, tartsatok sertést, adunk hozzá hitelt, beruházást, sőt rákényszerítenek minket bizonyos környezetvédelmi beruházásokra. Tehát nem is tehetjük meg, hogy nem tartunk sertést, és a beruházásokhoz egy tartási kötelezettség jár. Ha nem tartunk állatot és csináltunk egy beruházást, akkor vissza kell fizetni a beruházási támogatást. Tehát igazából őszintén megmondom, hogy ez most a 22-es csapdája, mert a gabona ágazat problémáját, ami egy lánckereskedelmi áfacsalás, próbálják ránk húzni, ami teljesen testidegen tőlünk, nekünk ehhez semmi közünk nincs, mi ott maradunk, áfát fizetünk, hogy most miért akarják kizsigerelni az ágazatot egy fordított áfával, nem tudom, de még egy mondat hozzá, utána néztünk Brüsszelbe, ugye a fordított áfának az a lényeg, hogy mindig a vevő fizeti meg az áfát. Tehát mi eladjuk nettó áron a sertést, a húsipar megveszi a sertést, bevallja az áfáját és befizeti. Ugye ennek elméletileg el kéne menni a végpontig, de a fogyasztó, amikor megveszi a sertéshúst a boltba, akkor nem tud áfát befizetni az államnak, helyette a kereskedő fizeti. Tehát itt megszakad a lánc, erre mondja az Unió, hogy ilyen termékek esetén nem engedélyezi a fordított áfát. Én inkább időhúzásnak tartom ezt a mai tegnapi. Mindig van egy újabb ötlet, és addig kering ez a dolog, mi beszélgetünk, a sertéságazat olyan, amilyen. Azzal jött be a stúdióban, hogy majd eszünk holland malacot. A legtöbb ember számára azon kívül, hogy nagyon sajnálja, hogy a gazdák gondokkal küzdenek, tök mindegy, hogy milyen malachúst teszik. Nem igaz, nagyon sokan felkeresnek, hogy vettek egy kiló sertés oldalast, vagy tarját,
vagy bármit, és fele akkorára sült össze. Ez bizony ez azért van, mert a holland, német, észak-német, belga takarmányozási rendszerben nincs benne a kukorica, amit ő nekünk finom a húsunk. Ők inkább ilyen folyékony takarmányozással melléktermékeket etetnek, hallisztet és egyebeket, vizes és pseudatív lesz ettől a hús, és ezért nagyon sok vizet vesz itt sütés során. Hát gyakorlatilag ez a magyar sertés nagy előnye, hogy mi kénytelenek vagyunk melléktermék hiányába kukoricával etetni, ami egyébként méregdrága, de ettől viszont kiváló a minőség, egyébként ez nem érdekel senkit a piacon, ahogyan is mondtam. Dehogy nem, a magyar disznó jó és híres, Sárkád úr, köszönöm szépen. Ez így van, szívesen.